Csak pár száz forinttal lesz olcsóbb az egynapos autópálya matrica a 10-naposnál. Az autósok szerint a márciustól elérhető új matricát így senki sem fogja megvenni. Ausztria is jövőre vezeti be, de ott az egynapos matrica átszámítva nagyjából 3500 forint lesz. Magyarországon jövő március 1-től lehet majd egy napig érvényes autópálya matricát vásárolni. A hazai autósok szerint az 5150 forintos ára miatt ennek szinte biztos nem lesz sikere. A legtöbben azt mondták, az osztrák egynaposhoz hasonló árat tartanának reálisnak. Hát szerintem olyan 3000 forint körül az még elfogadható lenne, de hát most az autósokra egyre több bőrt húznak le a kötelező biztosításon, meg egyében kívül ez már csak habatortán. Én úgy gondolom, hogy a mai magyar emberek ezt képtelenek lesznek kifizetni. Brutális árnak tartom én ezt az egészet, megmondom az igazat, hogy korrektnek tartanám, hogyha ezt a 3000 forintos összeget azt még ki tudja a magyar ember fizetni. Ezt az összeget nagyon sok ember nem fogja tudni kifizetni. Ausztriában is jövőre vezetik be az egynapig érvényes matricákat. Ezek díja 8,6 euró lesz, ami 400 forintos árfolyamon nem egészen 3500 forintot jelent. Az egyik több mint 30 ezres követőtáborra rendelkező autós közösségi oldal alapítója azt mondta, az autósok teljesen értetlenül állnak a napi díj mértékét látva. Én látom, az autós társadalom is már egy kicsit felhördült ezen, ugyanis az egy napra megállapított ilyen mértékű díj az abszolút magas, abszolút eltúlzott. Tekintve azt, hogy a 10 napos 5500-ért meg lehet venni, akkor az 5000 egy napra leosztva, hát az egy mérhetetlen súlytja az autósokat. Az új autópálya matricával kapcsolatban a minisztérium írásban arról tájékoztatott, hogy egy uniós jogszabály kötelezi a tagállamokat az egynapos matricák bevezetésére. Ezt Lázár János miniszter közölte az éves meghallgatásán, ahol azt is bejelentette, hogy március 1-től lehet 5150 forintos áron ezeket a matricákat megvásárolni, de arról nem nyilatkozott, hogy miért ilyen drága az egynapos vinyetta.